Hogy mondjam nektek, tehát az, amikor az vezetett egyébként rosszra, hogy én nagyon lusta vagyok, tehát én tipikus oroszlán vagyok, én rettenet lusta vagyok, én éveken keresztül pizsamába hurcoltam a gyerekeket reggel, télen nagy kabát, pizsama, papucs, és akkor be a kocsiba, suli előtt ki még szemem így nyitva, és akkor ennyi, tehát ahogy reggeli, nálunk ez ki volt lőve. Ha a reggelit otthon megadom a gyerekeimnek, és úgy mennek el, akkor valószínűleg nincs az, hogy ők bemennek a büfébe is péksütit vesznek, és bemennek a büfébe is cukrot, vagy csokit, vagy nem tudom mit. Mert nálunk ez volt, hogy a délelőttjük így telt el, hogy ugye a menzán a 10 órai, meg a nem tudom mi az offos volt, hogy nekik arra be se fizessek, mert az így mind a kettő, hogy fúj, nem kell. Mert te nagyon jól főztél. És akkor, amikor hazajöttek, akkor már... Igen, amikor hazajöttek, akkor már volt rendes főtt kaja, ugye ebéd, oké, és akkor ebéd után nekik kellett... Be, hogyha szerinted a család belenéz a tükörbe, a család minden tagja, akkor ki mit mond magára? Mondjuk te mit mondasz? Túl súlyos, elhízott. Evelyn is ugyanezt mondja, hogy hát ő most kövérő, el van hízva. Virág is ugyanezt mondja, hogy őző mondja, hogy ő jóképű, ennyi. Tudod, hogy akkor is azt mondja, hogy van ezen volt.